Gyere, babám, megmutatom neked a szobám. Ó, már alig várom. Annyit fogunk. A szobám egyben az egész ház is, és itt él majd velünk négy testvérem a családjaikkal. Hát ki nem mondaná erre igent? Így volt ezzel Ila is, akire ezután majdnem minden munka rám maradt a házban. Tavasz van, a vetés ideje, de ma épp nem jó, mert minden évben pénteki napon kezdik el a fiúk a munkát. Spoiler, sosem fogják elkezdeni. A legidősebb testvér Palo, aki ránézésre túl sok lónyugtatót szedett be, juhokat akar venni. Felesége Ila a házgazdasszonya, azon kívül a faluban pénzért gyerekekre vigyáz. Már a film legelején kezd besokkalni, és azt akarja, hogy Palo építsen egy saját házat. Ott van még Csakaj, akinek a felesége stresszevő, és random düki törései vannak. Következő testvér Martin, felesége Antja Hagarcovka, a gyerekük pedig állandóan bömböl. Ott van még Gyuro, aki felnéz a bátyjára, mindent próbál lemásolni róla, és ő volt az egyetlen, aki valóban akart valamit csinálni, de a körülmények miatt mégsem sikerült neki. Nem találta a kaszát. A legfiatalabb testvért, Misót, a stilós, matyóhímzéses ingjéről lehet felismerni, és arról, hogy valami katka után ábrándozik folyton. A testvérek között még ott van Antja, aki gyerekkorában lebénult, így akszűzként varogatja a helyi menyasszonyok ruháit. És szeret mindenki agyár menni. Hát te meg mit viogsz, te kurva? Mi a húgykőkorszak van itt, basz meg? Hát hogy a faszomnak a genyes tövébe lehet elmenni a mögött a pöcs mögött, basz ki, hogyha azonnal észrevesz a kurva anyját? Egy napon meglátogatja szerelme Janu Fuzák, aki tényleg kedves is hozzá, de persze kiderül, hogy nősülni készül, és kellene varni főkötőt a menyasszonyának, Marának. A férfiak megint nem mennek dolgozni, mert túl párás az idő. Ila végre elhatározza, hogy ott hagyja Palot, és elmegy szolgáló lánynak a rektorhoz. Szörnyella de frász, szörnyella de frász. Persze gondoskodik róla, hogy a csapákok megtudják, milyen jó dolga van. Fogd a pofán! Fogd a pofán! Palo elmegy a szomszéd faluba barikat venni, utána meg úgy viselkedik, mintha a világot járta volna körbe. Volt
Ezután elmegy Ila után is iránkozni, hogy jöjjön haza, mert már 2 hete nem mostak rá. Palo megint bepróbálkozik. Utána a rektor is bepróbálkozik. Ila visszamegy Palóhoz, aki most már tényleg építeni fog egy házat. Itt válaszúthoz érkeztünk. Hogy legyen vége a történetnek? A. Eredeti könyv befejezése alapján, ahol a ház megépül és minden jól alakul. B. A film befejezése alapján, ahol Palo elkezdi megépíteni a házat, de aztán hirtelen lebetegszik, és máj betegségére iszik egy egészséges alkoholmennyiséget, majd meghal, és Ila ott ragad a csapákházban örökre. Vagy ott van az én verzió. A ház soha nem épül meg, mert Palo nem fog egyik percre a másikra megváltozni, és Ila végleg elköltözik. Ezután az egyik asszony a tűzön felejti a levest, ami ezután kigyullad, de egyik csapáknak sincs kedve felkelni, eloltani. Csak fekszenek az ágyban, néznek maguk elé, és csak egyetlen gondolat fut át az agyukon. Végre már nem párás az idő.